november 21-e és 23-a között harmadszor rendezték meg városunkban a megújult Fonográf Fesztivált. Itt volt többek között a Csík és az Ökrös Zenekar, valamint Berecz András. Az új tradíció az, hogy a fesztiválunkat mindig egy színházi előadással nyitjuk, és idén a Csavar Színház ibusárja volt a produkció. A Csavar Színház a Gátomi és Kis Szilvi színháza, ugye, és a Molnár Szendi volt a főszereplő, játszott a Jolánt a Parti Nagy Lajos ibusárjába, és körülbelül 100 ember volt előadáson a Matyica házban, ami szerintem egy szép dolog, hisz városban, ahol van egy kőszínház, emberek nem nagyon szoktak máshova menni színházba, inkább megszokták azt, hogy ha színház, akkor van jó a színház, és akkor megyünk oda, úgyhogy örülök, hogy ennyien összejöttek. És utána pedig egy igazi zenei csevege, féltem ettől a koncerttől, mert egy olyan produkciót hoztunk, mely már végül is nem létezik, de generációk nőttek föl ezen a zenén, és muzsikás együttes mellett a Ökrös Zenekar volt a második meghatározó zenekar ebbe a népzenei szakmába, és bejárták az egész világot, és Berecz Andrissal együtt kezdték a pályafutásukat, és tavaly volt neki koncertjük a Liszt Ferenc Zeneakadémián, jött ez az ötlet, hogy hívjuk meg a fesztiválra, és nagyon jó ötlet volt, mert 120 ember volt a révben, úgyhogy láttam olyan arcokat, akik régebbről ismerek, akik úgy szint ezen a produkció, vagy ezen a zenén nőttek föl, nagyon jó volt, rejátszották a régi számokat, egy ilyen kis nosztalgia koncert volt az egész. Szombaton pedig igazi zenei csemege volt. A Ferenci György és a Racka Jam és a Csík zenekar koncertje. Itt egy kicsit csalódtam azért, mert azt hittem, hogy ez a két produkció egy olyan, megmondom, hogy Magyarországon ezt a koncertet így, ahogy van, megfogtam volna, és megcsináljuk egy nagyobb városba, akkor két hét alatt nincs egy jegy se. És itt Komáromba nem ez történt, de viszont örülök, hogy összejött ez a körülbelül 300 ember a koncerten, de a csalódottság úgy is maradt, mert azt hittem, hogy sokkal több embert fogja, főleg komáromiakat érdekelni ez a európai szintű produkciók, mind a kettő. Elindulok én még az olyan. De menj, törkésztés, riadszagot hozzá a szép. Nem, siet el, úgyis mindjárt jól. Fújd át a sok szemetet az utcáról. Fújd ki, vihart, sem az egész világ. Fújd át a sok szemetet az utcáról. Fújd ki, vihart, ez a kész fantasztikus koncertek voltak. Ferenci Gyuri Amerikába vette fel a utolsó lemeze anyagát, Nashville-be, ez egy zenei mekka, azt a stílust, amit ő nevelkedik, amit képvisel, amit ötvöz a népzenével, az ott művelik legjobban.
Nashville-be. És a Csík zenekar hát most egyik legpopulárisabb zenekar Magyarországon. Úgyhogy is, nagyon örülök, hogy a Fonográf Fesztiválon ez megvolt, és innen már csak följebb fog menni, már fejemben meg is van, hogy jövőre kit akarok megszólítani. Vasárnap pedig levezetésként volt egy nagyszerű ilyen kamarakoncert a Révbe, a Pakora Trio barátaim, akik jazzt játszanak, de hegedű, cimbalom és bőgő összeállításból, és ötvezik a Kárpát-medencei népzenét jazzszel, fantasztikus muzsikusok, úgyhogy így ilyen jó magam születésnapi ajándéka volt ez, így levezettem az egész fesztivált.